Sziasztok! Ismét jelentkezem egy videóval, melynek a témája egy kézi játékgép lesz. Ez egy régi játék feldolgozása. Nem tudom, hogy emlékeztek-e még a Nintendo-nak a Game Boy-jaira. Na, hát arra hasonló, annyi, hogy itt 168 játék van rajta, és még, ami nagyon érdekes, hogy rajta van több ismert játék is. Doboza, hát egy egyszerű doboz, de attól még mutatós, kemény doboz, kemény kartondoboz, de nézzük is meg, hogy mit tartalmaz maga ez a doboz. A dobozról már levettem a fedelet, félre is teszem. A lényeg az már rögtön itt található a kezemben. De ezt adjuk egyelőre félre. Mi van még a dobozban? Van egy AV kábel, amivel majd az egész jelet ki lehet küldeni a televízióra is. Tehát, mint egy kis játék konzol úgy tud majd funkcionálni. Valamint van benne egy USB-s töltő, ugyanis USB-ről tölthető, még elemet sem kell vele venni. Valamint van itt egy használati utasításunk, természetesen angol nyelven is, de ezről majd lehet, hogy esetleg később. Na de, ami számunkra érdekesebb, az teljesen maga a készülék, ami szépen becsomagolva egy nagyon finom nylon zacsiban rejtőzik, és itt van maga ő a készülék. Fogása jó, látjátok, nem olyan nagy ez, tehát egy tenyerembe elfér. A műanyag, hát egy kicsit kopogós, de a gombok jó érzetűek, könnyű nyomkodni őket, és egész jónak tűnik maga a fogása is. Mi található rajta? Hát a klasszikus kezelőszervek, látszódik, mind egy Joypad-en, vagy a régi Game Boy-on. Itt található a hangszóró, melynek hangját analóg módon tudjuk itt ebben a kis tárcsával szabályozni. Tetején található maga a bekapcsoló gomb, ezt félre kell húzni, valamint a töltés és az AV kimenet található itt. Alja üres, másik oldala üres, ami még érdekes a hátulja, ugyanis egy itt található az aksi, egy kivehető aksi, amint látjátok, hoppá, fordítom, tehát egy BL5C aksi található benne, régi Nokia-s telefonoknak az aksia, tehát ami még érdekes, hogy tölthető és cserélhető is az aksia. Na de nézzük, hogyan is működik, kapcsoljuk be. Itt látszódik, tehát bekapcsoláskor már itt az indító képernyő, adok rá egy kis hangot. Jófajta idegesítő hangja van neki, ezért le is veszem a hangot, hogy most ne idegesítsen bennünket. Először nyelvet kell váltanunk, tehát van angol és van kínai. Látszódik, lefelé gombokkal tudunk nyelvet választani, és valamelyik gombbal ki is tudjuk választani. Nagyon jó. Játékok, amik rajta szerepelnek, 168 darab játék, mind ahogy mondtam. Na most át fogom lapozni szépen lassan, hogy lássátok, mi is van benne. Tehát oldalakat megyek most, és itt látszódik, hogy mik is található benne. Látjátok, itt van a Super Mario, több változata, és az újabb játékok közül is található rajta, mint például az Angry Birds is rajta van, valahol majd megtaláljuk. Valamint a múltkor megtaláltam a Plants vs. Zombies-t is, tehát az is rajta van. De itt az Angry Bird például megtaláltam. Na, de megyünk tovább, és itt mind látszódik, persze itt lehet választani rögtön, melyiket szeretnénk. Úgyhogy tehát itt vannak a játékok rajta, gyorsan végigmegyek. Könnyű kezelni, tényleg. Hello Kitty. Nos, van egy pár játék. Kijelzője, amit látjátok, nem olyan. Tehát, no, ahhoz képest, hogy milyen játék, meg mennyibe kerül, hát ez egy szuper kijelző. Tehát ettől már ne várjunk többet. És a
akkor itt is a vége, itt kezdődik előre. Na nézzük a nagy klasszikust, azért egy játékot ne próbáljunk beindítani. A nagy klasszikust, a Super Mario. Hadd lássuk, mi történik. Na, csak megtalálom. Ez a szelektív, ez a szelektív. Egy játékos módra próbáljuk már ki. Ja, van ennek hangja is. Most egy kis hang. Elméletileg van valahol hang is. Jó. Na, csak beindul ma. És megindulunk. Na most nem fogom én ezt végigjátszani, mert itt lesz mindjárt gond. Na, amint látjátok, tehát ez így működik. Na most, ha új játékot akarunk, akkor az egész készüléket le kell reszetálni. Tehát itt van egy reset gomb, de megnyomom, és kiugrik rögtön megint az elejére, és lehet játékot választani. Tehát mindjárt a nyelv választással indul, és akkor válasszuk a játékot. Na, egyelőre ennyit. Mindjárt rákapcsolom a tévére, és meglássuk, hogy tévén mit produkál. Na hát akkor folytatom. Látszódik, tehát hogy összekötöttem a kis készüléket magával a tévével. Látszik, jó. És a készüléket a tévén. Készülékről irányítom a tévén, hogy mi is történjen. Hopp, most sikerült a kínai verziót kiválasztani. Nem, reszetáljuk. Akkor megyek. Választom. Nagyon jó, tetszik. Tehát a gyereknek még odaadhatjuk arra is, hogy a tévén keresztül használja. Menni fog ez. Jó, válasz. És persze, ilyenkor a tévére küldi ki a hangot is. Tehát, működik ez a tévén keresztül is. Ugyanúgy elpusztultunk, mint eddig. Na is, de még a lényegről nem beszéltem, hogy egyáltalán mennyibe kerül ez a csoda. Ez a kis csoda. Hiszitek vagy nem, nagyon olcsó. 10 euró és 15 euró között mozog az ára a Gearbest-en, ugyanis tőle vásároltam. Nagyon meg vagyok vele elégedve, gyorsan ideért. Tehát én nagyon ajánlom, hogy vegyetek magatoknak egy ilyent. Ha nem magatoknak, akkor gyereketeknek, mert szerintem nagyon jó fogja magát érezni vele. És ennyiért ez semmi. Köszi, hogy megnézted a videómat. Lesz még, úgyhogy lájkoljátok az oldalamat, kövessetek, köszi szépen, hello!